Ez egy édes teher, hogy egy ekkora csarnokot most hogy fogunk belakni. Már csak pár nap és hivatalosan is átadják Magyarország vadonatúj multifunkcionális sportcsarnokát, a Győri Audi Arénát, ahol majd a Győri Audi Eto KC hazai mérkőzései mellett a decemberi női kézilabda Európa bajnokság találkozóit is lebonyolítják. Jöjjenek, járjuk körbe az új arénát! A 4,3 milliárd forintból épülő, 5500 néző befogadására alkalmas csarnok két lelátó részből áll. A felső fix nézőtér 2200, az alsó kihúzható mobil lelátókból álló egység pedig 3300 fős lesz. A VIP-páholyokban 192 vendég foglalhat majd helyet, míg a sajtótribünön 84 újságíró dolgozhat. A régi magvasi csarnokot felújítottuk és hozzáépítettük az új arénát. Illetve a kettő között van egy büfé utca, amivel összekötöttük a két épületet, a régit és az újat. És innentől egy épületként, egy házként üzemel a két egység. Érdekessége még kívül, hogy egy feszített membrán szitaszövetet kapott az épület, amit több funkcióban, több verzióban meg tudunk világítani, és különböző effekteket tudunk kialakítani az épület kívülről. A női kézilabdázók hatalmas öltözőben készülhetnek a meccsek előtt, de Ambros Mártin vezetőedző és a stáb többi tagja is külön szobát kap. Kérésük, hogy legyen egy nagy polc, ahol a tusfürdőket tárolni tudják. Már az építkezéskor hatalmas érdeklődés volt az aréna iránt, az átadás közelettével pedig a hangulat csak tovább fokozódik a városban. A korábbi kiváló kapus, jelenleg a Győri Audi Eto klub, illetve a magyar válogatott csapatmenedzsereként dolgozó Pálinger Katalin is minden napját a csarnoknál tölti. A pályán mutatott teljesítmény helyett azonban már a megnyitó és az első mérkőzés szervezésében kell tökéletesen szerepelnie. Deák Szabolcs projektvezetőt ezt naponta megkapom, hogy mikor kezdek akkor el edzeni. Ezt mindig így hónapokkal ezelőtt már mondta, és akkor mondtam neki mindig, hogy hát majd amikor elkészül az új aréna, na majd amikor meg lesz a pálya, amikor fent lesz a padló. Úgyhogy nem tudom, hogy a jövő héten mit fogok neki mondani, de nem, természetesen ez csak vicc, úgyhogy én most egy emelettel följebb leszek megint az irodákban. Ez egy édes teher, hogy egy ekkora csarnokot most hogy fogunk belakni, hiszen fantasztikus dolog lesz itt egy ilyen csarnokban hazai pályán játszani, úgyhogy nem aggódom emiatt. Profi játékosokról beszélünk, tehát megszokták azt, hogy új környezetben, ugyanúgy először, mintha idegenbe mennének, majd biztos olyan lesz, de hát természetesen a szívük mélyén már tudják azt, hogy ez az otthonuk lesz. Az Audi Aréna Győr ünnepélyes átadására november 15-én szombaton kerül sor 15 órától, míg a csarnok első hivatalos mérkőzését november 23-án rendezik, amikor a Győri Audi Eto KC a svéd Sävehofot fogadja a Bajnokok Ligájában.